Mika Valtari, Aranyhajú. Első rész. Talán minden abból ered, hogy bűnből születtem. Tudom, ez nevetségesen hangzik, meg kell tehát magyaráznom. Harmadik gyerek voltam, és születésem idején apa már másfél éve távol volt tőlünk. Fél éves koromban látott először. Nem örült nekem. Anyám attól tartott, hogy megöl, mert apa nem szokta fékezni indulatait, különösen, ha ivott. Akkor még legszebb férfi korában volt, fekete, mint az ördög, ahogy az emberek mondogatták. Fényes fekete haja volt, fényes fekete bajusza. Szitkozódott, káromkodott, de akkor még semmit se csinálhatott velem. Túl kicsi voltam hozzá. Aztán valahogy átevickeltem azon az időszakon. Utánam még két gyerek született. Összesen tehát öten voltunk mind életben maradtunk, olyan erősek voltunk, olyan szenvedélyesen ragaszkodtunk az élethez. Pedig akkor is volt háború, akkor is volt éhezés, és egy szobakonyhás lakásban éltünk összezsúfolva, egy faházban az udvar végén, Ruoholachtiban. A fivéreim sokszor ordítottak az éjségtől, mert apa ivott. Különben nem lett volna baj, mert jól keresett, amikor dolgozott. Jobban, mint az átlagmunkás. Az első világháború két évre elvitte otthonról, elvitte Finnországból is. A jobb kereset vágya hajtotta, és az új iránti vágy, a nyugtalanság. Talán az, ami bennem is megvan, mert anyámtól semmit sem örököltem, mindent apámtól, pedig nem is ő volt az igazi apám. Már a külsőnben is elütöttem a többiektől, apa és a fiúk feketék voltak, anyám is sötét hajú. Csak én voltam szőke aranyhajó, ahogy később mondták róla, amikor azzal lettem, aki vagyok. Apa a háború alatt Észtországban és Lengyelországban szokott rá az ivásra, ott vált belőle fékezhetetlen verekedő. Így mondogatta később anyám. Nem tudom, megfelelte a valóságnak. Talán a hazatérés sebezte meg apát. Két év idegen földön hazatérés az eltervezett kereset nélkül. Otthon meg egy idegen férfi, fél éves gyereke a kosárban. Hangtalan gyerek feje tele apró szőke Aligha nem kínos dolog lehetett, mert talán szerette anyát, hiszen születtek gyerekeik még utánam is. Azt hiszem, hangtalan gyerekségem marta őt leginkább, mert ha sírtam, üvöltöttem volna, mint ahogy általában a többi gyerek teszi, talán elviselt volna. Ám én túl csendes, szokatlanul csendes gyerek voltam. Ez váratlanul érte, mert ő maga ahhoz szokott, hogy ordítson, szitkozódjék és gátlástalanul engedje szabadjára indulatait. Hangtalanságom ijesztő volt a számára. Talán nincs is furcsább egy hangtalan csecsemőnél, aki mást se csinál, csak nagy komolyan bámul bele a világba. Apa hazatérésétől kezdve ivott, hogy én voltam-e az oka mindennek, vagy anyám, vagy az idegen országok, nem tudom, de ilyen volt a természete. Annyira részeges azért nem lett, hogy teljesen tönkretegye az életét. Néhány verekedés, néhány pénzbírság. Az ivás miatt sohasem vesztette el a munkahelyét, mert jó szakmunkás volt, és egyébként is akkor vett le mindenkit a lábáról, amikor akart. Mindig megbocsájtottak neki, ha részeg volt. Csak öregebb korára tette az ital komorrá. De miért is beszéljek arról, hogy milyen volt hazatérésekor? Hiszen arra az időre egyáltalán nem emlékszem. Túl kicsi voltam még akkor. Csak anyám elbeszélése alapján tudom, amit tudok. Azt viszont, hogy ki volt az igazi apám, anyám soha nem mondta meg. Eltitkolta előlem. Sejtelmem sincs hát róla, milyen volt. Nem tudom, miféle szeszély vagy véletlen hozott a világra. Soha nem is tudhatom meg, csak fantáziálhatok. Noha volt olyan idő, amikor mindenáron ismerni szerettem volna, hogy az arcába köphessek, hogy kikaparhassam a szemét. De ez gyerekes indulat volt, ma már másképp gondolkodom. Arra gondolok, hogy ki tudja, még él valahol. Nem lehetetlen, mert még nem vagyok olyan idős. Talán egy városban él velem, és nem is sejti hiszen a legapróbb jele sincs annak, hogy anyám találkozott volna vele azután, ami köztük történt, apa távol létében. Talán soha sem találkoztak többé. Azt hiszem, soha. Mert a gyerekek rettentő éles szeműek. Megsejtettem volna, láthatatlan jelekből is megéreztem volna, ha találkoznak. Igazi apám így csupán árnyék maradt számomra. Egyetlen ismertető jele sincs meg bennem, csak a saját arcom, hajam szőkesége. Esetleg a szemem. Biztos jóképű férfi lehetett. Mert én már gyerekkoromban szép voltam. Tudtam magam is. Túl korán és túlságosan jól tudtam, hogy szép vagyok. Ezért volt számomra olyan érthetetlen, hogy apa nem akart szeretni engem. Pedig a gyermeki hízelkedés minden fortéját ladba vetettem, hogy megszeressem. Kiskoromban jobban rajongtam érte, mint bármi másért a világon. Akkor még nem is sejtettem, hogy nem ő az igazi apám. Szememben mindenek felett ő volt a legjobb. Szombatonként a munkából hazatérve időt szakított rá, hogy átöltözzék. Simára fésülte a haját. Haja a feketénél is feketébb volt, szinte kék lett. Már volt benne néhány kort ital, rámosolygott tükörképére, és azokat a dalokat énekelte, amelyeket vándorlásai idején tanult. Tömör, mély, férfias hangja volt, magával ragadó. Az idegen nyelvű dalok melankóliája és szenvedélye hihetetlenül megindított, pedig a szövegüket nem is értettem. Te jó ég, még a lábam is elerőtlenedett, amint apád bámoltam. Olyan erős, olyan fekete, olyan szép volt. Mit nem adtam volna érte, ha lehajol hozzám, és oda dörgöli, megborotvált, kéklőn sima arcát az enyémhez, mint ahogy olykor a fiúkkal tette, meg anyámmal. Aztán elment, és csak későn tért haza. Teljesen megváltozva, félelmetesen, és mégis vonzón akár az égi háború. Mi, gyerekek, persze már aludtunk, de felébredtünk az ajtócsapkodásra. Anyám villanyt gyújtott, apa ott állt az ajtóban, mindkét kezével a kilincsbe kapaszkodva, vadul forgó szemekkel, nedves szájjal, megtépet gallérral. Olykor férfiakat hozott magával a konyhánkba, ott ittak tovább. Az ilyesmi mindig verekedéssel végződött. Azért volt olyan kevés, épp bútor darab a lakásban. Törött lábú székek, lécekkel megtámogatott, billegő asztal. Egyszer megkísérték apát, de az nem a mi konyhánkban történt. Természetesen féltem. Mégis, ha csak lehetett, kisettenkedtem az ágyból az ajtóhoz, és a kamra ajtó résén át belestem a konyhába teli voltam dermesztő félelemmel és kíváncsisággal. Valami ismeretlen erő késztetett a leselkedésre, noha tudtam, hogy ha észrevesznek, olyat kapok, hogy belecseng a fülem, és az arcom kigyulladt tőle. Fiatalabb korában gyakran anyám is felkelt, és ő is kiment inni a férfiakkal. Más nem tehetett, sem képessége, sem ereje nem volt már ahhoz, hogy apát féken tartsa. Örökös aggodalomban élt, attól tartott, hogy apát valami baj éri. Szombat éjszakánként ezért iszogatott ő is, nem törődött a házban lakó vénasszonyok megbotránkozásával. Az ő megbotránkozásukba különben irítség olyan daliás, félelmet nem ismerő és magával ragadó férfi volt apa. Még anyámban is volt valami báj és szépség, pedig már öt gyereket hozott a világra. Amikor a gyerekek nőni kezdtek, ő is elment dolgozni, irodákat takarított, hogy javítson a család anyagi helyzetén, mert egy-egy vasárnap után apa pénzéből ennivalóra nemigen maradt. Apa csak a lakbért fizette rendesen, és ha anyám nyaggatni kezdte, olykor adott valamit ruhára is. Pedig anyám nem volt nyafogó természetű. Nem is tudom, minek beszélek annyit apáról, amikor sokkal több okom van rá, hogy anyámról beszéljek. Valóban, anyám sokkal inkább megérdemelte volna, hogy rajongjak érte, noha még élt, erre nem gondoltam. Csak halála után döbbentem rá. Egyik pillanatról a másikra világosodott meg előttem, hogy anyám megérdemelte volna a rajongásomat. Őt sohasem szerettem így. Nem csodáltam gyermekként, de nem csodáltam közvetlen halála után sem, pedig az eszem akkor már azt súgta, hogy megérdemelné. Már gyerekkoromban ellenszenvet éreztem iránta, furcsa ridegséget, melyet képtelen voltam megmagyarázni magamnak. Anyám szívesen megsimogatott volna, amikor apa nem volt ott, és a fiúk sem láthatták. Talán élt benne a titkolt érzés, hogy bűnt követett el ellenem, mikor a világra hívott. Talán ezt a bűnt szerette volna jóvá tenni azzal, hogy titokban több gyengétséget pazarolt rám, mint a testvéreimre. Ám én ügyet sem vetettem rá, és ridegen elhárítottam simogató kezét. Olykor, ha szombatonként jó pénzt hozott haza, apa adott belőle a fiúknak. Nekem sohasem. Hiába igyekeztem hízelkedőn szeme elé kerülni. Egyetlen márkát sem adott soha. Amikor aztán elment, a fiúk pedig nagy rivalgással kirohantak az udvarra meg az utcára, Anyám mindannyiszor legalább annyi pénzt adott nekem, mint amennyit a fiúk kapta kapától. Egy márkát, kettőt is. Gondosan ügyelt arra, hogy ne érjen igazságtalanság, mindig ugyanannyit kaptam, mint a fiúk, bár neki a háztartási pénzhez kellett ilyenkor hozzányúlnia. Nem tudta megérteni, hogy ez a titkos manipuláció csak növelte bennem az elszenvedett igazságtalanság érzését, és még jobban elkeserített. Hiszen nem maga a pénz érdekelt, még akkor se, ha az egyúttal süteményt, szörpöt, karamellát vagy piros hajszalagot jelentett. Arra vágytam, hogy apa adjon nekem pénzt, épp úgy, mint a fiúknak. Csak az apa által adott pénznek lett volna értéke szememben. Anyámtól mogorván és gyűlölködőn fogadtam a pénzajándékot. Néha azzal a gondolattal próbáltam vigasztalódni, hogy apa véleménye szerint nem volt szükségem a pénzre, mert lány vagyok. Apa szerint pénzre csak a fiúknak van szükségük. Persze ez a magyarázat sem tudott megvigasztalni. Tudtam, egész lényemben éreztem, hogy apa idegenkedik tőlem. Túl világosan éreztette velem. Valahányszor pénzt osztogatva a fiúknak az én kérlelő tekintetemmel találkozott a szeme, elhidegedett, és vad, fekete fejét rögtön elfordította. Olykor vasárnap délutánonként ingújban leheveredett az ágyra, újságot olvasott, és odahúzta kisöcsémet maga mellé. A nagyobbak ott térdeltek az ágy fej részénél, apa pedig kibetűzte és magyarázta nekik a rajzos történeteket. Mit nem adtam volna, ha én is odaheveredhettem volna melléje? Úgy, mint a kisöcsém, az oldalához bújva, fejem izmos vállára hajtva. Elképzeltem, hogyan dörgölném a pofácskámat az ő kemény arcához. Elképzeltem, hogyan szorongatja meg robosztus gyöngétséggel a fejemet, és hogyan csipked belém, ahogy a fiúkkal tette, ha túl közel furakodtak és zavarták. Ott feküdt az ágyom másnaposan és mosolygón, az ágy mellett nyitott sörösüveg, a levegőben átható alkohol a leheletétől. Olyan bálványozva szerettem őt, ahogyan csak egy kislány szeretheti az édesapját. Az ágy végében térdeltem, hogy ne vegyen észre. Az újságpapír fedezékében olykor könnyedén megérintettem a lábát, de ő felismerte érintésemet, és odarúgott felém. <laughs> Mi a fenét akarsz, te lány? Kotrógy a pakolba! Nem emlékszem, hogy valaha is szitkozódás nélkül beszélt volna velem. Így nőttem fel idegenként az otthonunkban, és Apa valamilyen módon minden áldott nap éreztette velem idegenkedését, úgy annyira, hogy fivéreim is elhidegültek tőlem, és játékaikban nem vehettem részt. Anyám szívesen pótolta volna a hiányzó gyöngétséget, de az ő kedveskedésére rá se hederítettem. Semmit sem jelentett számomra. Látva, hogy mugorvaságom anyámnak bánatot okoz, és gyűlölködésem elkeseríti, igyekeztem rajta megbosszulni, hogy apa kerül engem. Gyerekesen ostoba és képtelen ötlet volt. Ahogyan engem került apám, ugyanúgy próbáltam én is anyámat kerülni, a szívem és a torkom pedig mindannyiszor görcsbe szorult, és szememet égették az el nem sírt könnyek. Ilyen esztelen az élet. Már nem emlékszem, hány évig vívtam ezt a hiába való küzdelmet, de egy szombati napon, amikor apa már elment, a fiúk pedig az udvaron egy macskát kínoztak üvöltözve, és anyám ismét pénzt adott nekem, úgy a kezére csaptam, hogy a pénzdarabok szerteszét gurultak, és zokogva kirohantam a lakásból. Kibőgtem magam a fészerben, aztán kimentem az utcára, és csak későn tértem haza, amikor a fiúk már rég megvacsoráztak és lefeküdtek. Ettől kezdve szórakozásomat és barátaimat az utcáról szereztem, és gyűlöltem otthonunkat. Noha ez csupán egy elhagyatott gyermek szomorú gyűlölete volt, mely saját magamnak okozta a legnagyobb fájdalmat. Ettől kezdve gyakran az utcán kerestem vigasztalást, és megtanultam minden rút és gonosz dolgot, amire az utca megtaníthat. A káromkodást, a gazemberséget, a lopást, a nyughatatlanságot. Akkor már iskolába jártam, és a nagyobb fiúk megpróbáltak megcsipkedni, megfogdosni, de mindez semmiféle élvezetet vagy izgalmat nem okozott nekem, hiszen még gyerek voltam. Rideg, zárkózott gyerek voltam még, és nem vágytam semmi másra, csupán gyöngétségre. De nem volt gyöngét hozzám senki. Szombat éjszakánként a csupasz padlón gubbasztva virrasztottam dideregve, és öklöm rákcsálva, amikor megjött apa, Anyám ivott apa üvegéből, szeme fényleni kezdett, arca kipirult, szép volt, pedig már öt gyereket hozott a világra. Cicázni kezdett apával, levetkőzött, és rávette apát, hogy ő is levetkőzzék, és befeküdjön vele az ágyba. Amikor pedig eloltották a lámpát, mintha parázson feküdtem volna. Hallottam minden egyes hangot, és gyűlöltem anyámat, és lihegő sikkantásait a sötétben. Apától féltem, anyámat pedig olyan kétségbe esetten gyűlöltem, hogy súlyos álomba zuhantam végül, mint aki elveszítette eszméletét.